spanyolok elleni meccsetek után beszélgetünk, bár 1-0-ra kikaptatok, azt hiszem egy ilyen csapattól így ki lehet kapni. Nem sok időt kaptál, de annál nagyobb lendületet vittél a játékba. Milyen szavakkal küldött pályára Szélesi Zoltán? Hát igazából azt mondta, hogy nyilván a védekező munka legyen meg, de hogy most már itt a végén nyilván előrefele a veszélyt bele kell vinni a játékba. Ez sajnos a gól az minimálisan elválasztott, egy kicsit mellé ment, de a csapat az nagyon jól játszott, úgyhogy büszkék lehetünk, azt gondolom magunkra. Az, hogy ennyi játékpercet kaptam, ez meg az edző döntése. Nyilvánvaló, nem örültem neki, de tudom én is, hogy változtatni kell, mert a kondim az még nem a legjobb, úgyhogy a döntést azt megértem, de még egyszer mondom, nem örülök neki nyilvánvalóan. Előzetesen ezt aláírtátok volna, hogy az utolsó percekben még mehettek az X-ért, egy spanyol válogatott ellen? Szerintem aláírtuk volna, ha tényleg szerintem egy 15 percet a végén mondhatom, hogy bármikor betalálhattunk volna, úgyhogy tényleg egy kiváló meccset játszottunk. Hogy láttad egyébként nagyrészt a kispadról nyilván, hogy miben van előttünk ez a spanyol válogatott? Hát nyilván mindenki topligába játszik, de fel tudtuk velük venni a versenyt, mert csapatként úgy érzem, hogy talán még jobbak is voltunk, mint a spanyolok. Nyilván egyénileg vannak jó játékos La Ligába, akár Benficába játszanak, tényleg topligákba, úgyhogy szerintem majdnem a maximumot ki tudtuk ebből hozni, ebből a meccsből. Mit mondott nektek a mérkőzés után Szélesi Zoltán? Azt mondta, hogy büszke ránk, tényleg egy csapat voltunk, amit megbeszéltünk, voltak beszélgetések így csapat közt, és ezt szerettük volna elérni így a tábor végére, hogy jobban összekovácsolódjunk, úgy érzem, ez sikerült, úgyhogy ezt egy sikeres zárásnak mondanám. És akkor most gondolom, mész vissza Frankfurtba, hogy érzed ott magad, szerinted hogy sikerült az első időszakod? Jól sikerült, jól érzem magam, társak nagyon jól befogadtak, ott is igazából beszeretném magam verekedni, hogy tudjak játszani a Bundesligába. Ott is a kondidra lehet szükség, amit mondtál itt a válogatottnál is? Igen, abszolút, de ezen már kint rajta vagyunk Frankfurtba, úgyhogy már dolgozunk rajta, úgyhogy vannak külön edzéseim. Mennyire örültél, amikor a Fradival egy csoportba kerültetek, és most mennyire bánod, hogy ugye nem neveztek be az Európa Ligára? Hát nyilván felemás érzések vannak ezzel a párharccal kapcsolatban, de nyilván örültem, hogy láthatom majd megint élőbe a volt csapattársaimat, és kíváncsi leszek a mérkőzésre, úgyhogy meglátjuk. Még a végre, hogy mondjuk egy év múlva ilyenkor hol szeretnél Frankfurtban tartani? Hát nyilvánvalóan szeretnék játékperceket kapni az első csapatban.